kordont bontott volna negyedszer, de állítólag nem engedték. Mindjárt kapcsolunk a helyszínre. Jó estét kívánok! A stúdióban itt van már Róna Dániel, a 21 Kutatóközpont igazgatója és Vasali Zoltán politikai elemző. Jó estét, szervusztok! Jó estét! Mindjárt átadom a szót elemzésre nektek, de kikapcsolunk Jegesi András kollégámhoz. Szervusz András, ha minden igaz, te is már a Karmelitánál vagy a tüntetőkkel. Igen, szervusz Györgyi, és köszöntöm az Egyenes Beszéd nézőit is. Ahogyan már az Egyenes Beszéd téma beharangozójában hallhatták, hogy igen, itt megpróbáltak Momentumos képviselők kordon bontani, itt ez nem teljesen sikerült, ezt az elkezdett munkát az ideérkező tüntetők szerették volna befejezni, de igen, nagy erőkkel vonult ki a rendőrség a helyszínre, és hát itt elkezdődött némi dulakodás egyébként országgyűlési képviselők vezetésével. Itt például láttuk Jámbor Andrást, Komjáti Imrét, Orosz Anna megafonnal buzdította őket, Bedő Dávid a Momentum részéről szintén itt volt, és hát történt egy kis dulakodás, sikerült is ledönteni a kordonnak az egyik részét, amire a rendőrök válaszul, némi gázsprét fújtak a levegőbe, aminek hatására lecsillapodtak egy kicsit az indulatok. Hát annyiban, hogy tetlegesség nincsen. Éneklés van, jelenleg a Kossuth nótát éneklik a tüntetők. Egyébként az ide vezető úton a Halászbástyánál a diákok vezette tömeg elénekelte a himnuszt is, és ezt követően jöttek ide a Karmelitához, és most tulajdonképpen így szellősen bár, de tulajdonképpen mondhatjuk, hogy meg van töltve a tér. Az, hogy itt meddig maradnak, mit fognak még tenni, lesz-e újabb dulakodás, azt nem tudjuk. Mi minden esetre itt maradunk, és tájékoztatjuk az ATV híradó nézőit. Várhatóan 19.55-kor kezdődő iradónkban még itt leszünk, és a tüntetők is itt lesznek. Ha így lesz, akkor önök sem maradnak le semmiről, maradjanak továbbra is az ATV-vel. Így van, maradjanak az ATV-vel. Egyébként Orosz Anna sem lesz már ott sokáig, remélem, mert hogy várjuk ide az adásba, az adás végig, reméljük, hogy ide ér. Köszönjük neked, András. No, mit láttok ebből a tüntetésből? Ugye kordonbontás volt már, hogy csak arról beszéltünk külön, most ez így összemosodott, reggel kezdődött a tiltakozás hullám, ugye sztrájk is volt országszerte, a pedagógusok sztrájkoltak, volt egy ülő sztrájk a belügyminisztérium épülete előtt reggel, és aztán 4 órától történik ez, amit most látunk tulajdonképpen. De vajon megakadályozza-e ez a státusztörvény elfogadását? Ugye mindig ez a kérdés, hogy mit lehet elérni ezekkel a tüntetésekkel. Én azzal kezdném, hogy a státusztörvény egy nagyon eufemisztikus elnevezése ennek a törvénynek. A bosszú törvény, amit a pedagógusok adtak neki, az szerintem sokkal közelebb áll a valósághoz. Ha megnézzük ennek a törvénynek az elemeit, akkor nem arra koncentrál, hogy tudja a tanárok bérét emelni, hogy tudja az oktatás színvonalát növelni, hanem hogy tudja még jobban megregulázni a pedagógusokat, még jobban korlátozni a szabadságjogukat, sztrájkjogukat, véleménynyilvánítási jogukat. Szóval a státusztörvény, én értem, hogy így hívják, de nem biztos ez a szerencsés elnevezés. Te hívhatod bárhogy egyébként, akár bosszútörvény, bárhogy, ugye mi státusztörvénynek hívjuk. Na, voltak ott politikusok, most is egyébként, meg reggel is. Erről mit gondoltok? Mert ilyenkor mindig felvetődik az, hogy nagyon rosszat tesznek egy-egy ügynek, hogyha oda mennek ellenzéki politikusok. De azért feltettél egy kérdést, én arra még gyorsan válaszolnék, hogy ennek hogy a Fidesz részéről milyen hatása lehet. Ugye pont Rétvári Bence volt az, aki ezt próbált értelmezni egy M1-es műsorban, és részletesen kifejtett, hogy milyen régóta egyeztetnek, stb. Tehát, hogy lehet látni azt, hogy részben az EU elvárások miatt is, vagy az EU-s elvárások miatt is a kormány érzékel egyfajta kontrollt, és hiába mondjuk azt, hogy hát most mennyien vannak ott, kevesen vannak ott, sokan vannak ott, azért ez a tüntetés sorozat megteremtett valamifajta szolidaritást a szülők és a tanárok között, tehát azért aznek van valamilyen szinten súlya, és a másik, ami szerintem érdekes és kiemelendő, hogy az, hogy most mindig az EU-ra fogják, miközben maga Rétvári Bence is elismeri azt, hogy a béremelésnek csak a 20%-át teszik függővé az EU-s forrásoktól, és a 80-at a kormánynak kínálni, és ehhez képest mégis egy ilyen elnyújtott, már évek óta elnyújtott problémáról van szó. Ez mutatja azt, hogy itt nagyon nehezen kommunikálható, hiába mondják azt, hogy egyeztetés van, egy ilyen kormányzati sikertelenség. Igen, ez folyamatosan ezt mondja egyébként Rétvári Bence, hogy itt hónapok óta zajlik az egyeztetés, és majd, hogyha ez megtörténik, akkor fogadják el ezt a bizonyos törvény, státusztörvényt vagy bosszú törvényt, hívjuk bárhogy. Szóval vissza a politikusokra, mert ugye a már említett interjú, amit te mondtál Rétvári Bence államtitkár
államtitkár azt mondja a köztévén, hogy szerinte már átcsúsztak a pedagógus szakszervezetek egy politikai küzdelmi szférába, mintha egy pártpolitikai iránynak az egyik tagozata lennének. Biztosan emlékeztek, amikor ugyanezt mondták a Magyar Orvosi Kamarára, amikor tiltakoztak. Ez egy panel most már, és ráadásul, bocs, csak egy gyors mondat, hogy lehet, hogy egyrészt ugye, ráadásul az iparkamarára, miért nem mondja Rétvári Bence, hogy átpolitizált, mikor parra szinte minden ötlete az átmegy a kormányon, tehát ott még erősebb a befolyás, de nem, hogyha régebbre visszamegyünk, akkor az NGO-kat vádolták ezzel, hogy hát ha nem indulnak a választásokon, akkor hogy mennek tüntetéseket, meg kritikát gyakorolni a kormánnyal szemben. Ez egy nagyon régi panel a Fidesznél, hogyha őket kritizálja valaki, akkor az átpolitizált, miközben, hogyha a politika az valami bűn lenne. Igen, ha a politikusok nem lennének ott, akkor is ugyanez a kormányzati reakció lenne várható. A demokrácia hiányában a kormánynak két dolog miatt kell aggódni. Az egyik, hogy nem jön a pénz az Európai Uniótól, a másik pedig az, hogy olyan széles körű társadalmi szolidaritás alakul ki, mint ami például Izraelben volt tapasztalható etekben, vagy Franciaországban. Ettől még nagyon messze vagyunk, de azért érzékelik, hogy a pedagógusok egy nagyon széles és nagyon fontos társadalmi csoport, és az utóbbi hónapokban többször kiálltak egymás mellett, és ennek a még valójában nem teljesen kibontakozott, de azért mégis valamennyire létező társadalmi mozgalomnak próbálják elejét venni, és már csirájában elfolytani, és megrendszabályozni. De én azt gondolom, hogy egyébként kontraproduktív mindkét értelemben az, amit a kormány csinál. Mai hír, hogy a összes komoly létszáma rendelkező európai frakcióvezető kezdeményezte, hogy ezt vizsgálják ki. Én nem hinném, hogy akár a magyar, akár az Európai Bíróság előtt meg fog állni. Például az a rendelkezés, hogy a pedagógusok munkaidőn túl a magánéletükben lehallgathatók, és nyomon követhető a beszélgetésük, és nem mondhatnak rosszat az oktatásról. Ez nyilvánvalóan sérti a szabadságjogukat, és ez Európában meg Magyarországon is problémákat fog okozni. És én azt se gondolom, hogy a pedagógus ellenállást ezt csillapítani fogja, ez a rendelkezés, inkább én arra számítok, hogy ez olaj lesz a tűzre. Hát és nem egészen biztos. És nem biztos, hogy most akkor a tüntetés létszáma növekedni fog, de hogy a tanárok elégedetlensége növekedni fog, a pályaelhagyók száma, ugye az is ma ír, hogy egyre több orvos megy külföldre. Egyébként a pedagógusok is, ugye az is mai vagy tegnapi hír, jönnek ki azért sorra az adatok, hogy mennyien hagyják el a pályát, nagyon-nagyon-nagyon sokan az utóbbi hónapokban is. De mindeközben a magyar miniszterelnök szólt ma a pedagógusokhoz, ahhoz a beszédhez, mit szóltok, érzékeli-e, vagy ebből a beszédből érzékelitek, hogy a kormány azért érzékeli, hogy itt nincs minden rendben, megköszönte az áldozatos munkájukat többször, szóval szólt hozzájuk. Mert nem először lehet látni, hogy például amikor az orvosi kamarás történet befejeződött, és kiderült, hogy mennyien maradnak az orvosi kamarában, akkor is talán megköszönte a kamarának a tevékenységét, és nem ezt az átpolitizált verziót adta elő. Tehát hogy lehet látni, hogy persze Orbán tud most gesztusokat gyakorolni, de hogy visszatérve még egy kicsit az alapkérdésre, tehát az elvándorlás, meg a szakma elhagyása, régebben, vagy pár hónappal ezelőtt, vagy fél évvel ezelőtt még az értelmiség egy része azt mondta, hogy úgy kell bojkottot szervezni, hogy a rendszer összeomoljon, és ebben kéne jelezni azt, hogy ez így tovább nem fenntartható, hogy lehet, hogy ez a rendszeren belüli mozgások, ezt most már szépen lassan kitermelik saját maguk, és annyian mennek el akár az orvosi, akár a tanári szakmából, hogy ez fenntarthatatlanná teszi az egész. És akkor hol van a vége, ha azzal kezdtük, hogy mit lehet elérni ezekkel a tiltakozásokkal, akkor mondjuk én föltettem úgyis a kérdést, hogy hát az orvosok is tiltakoztak, a pedagógusok kapnak egy státusztörvényt, vagy bosszú törvényt a nyakukba, az orvosok megkapnak egy beléptető rendszert, mágneskártyával, kamerával, ahhoz mit szóltok? Ez egy büntetés, vagy micsoda? Tehát, hogy ráadásul, ugye ezt beszéltük itt az adás előtt, hogy nem csak mágneskártya lesz az orvosoknak, hogy nézzék azt, hogy valóban ledolgozzák a 8 órát, mert eddig nem dolgozták volna le, hanem egy kamerát is felszerelnek, hogy ne lehessen visszaélni. Hát ezek az orvosok vissza akarnának lépni a beléptető kártyákkal, ezt így gondolja az államtitkárság? Tehát van egy praktikus oldala, ami nonsens, ahogy rávilágítottál, de hogy a 21. században egy orvos otthonról is dolgozhat, szakirodalmat olvashat, e-mailekre válaszolhat, tehát az egész koncepció az mondjuk 200 évvel elmaradott, de ennél komolyabb problémák is vannak, tehát hogy megint arról van szó, hogy van egy társadalmi csoport, ami a sarkára állt, ami próbálta az érdekeit érvényesíteni, és erre a kormány nem úgy reagál, hogy megpróbálja megoldani azt a társadalmi problémát, amire az orvosok reagáltak, hanem megpróbálja az ő ellenállásukat lesöpörni, és az ő munkájukat még szűkebb keretek közé szorítani. Tehát itt megint arról van szó, hogy a kormányzat politikailag próbálja kezelni a problémát, nem pedig társadalmilag, nem gazdaságilag. Fel sem merült, hogy akár az egészségügyre, akár az oktatásra több pénzt kellene költeni,
inkább az, hogy lehet kordában tartani az abban dolgozó embereket. Hősbüntés Sándor meg is mondta ezt, hogy rendnek és fegyelemnek kell lenni például az oktatásban. Igen, tehát én csak két dolgot meg, de én is az emberből a cinizmus hozza ki ez az egész, mert nem csak mindig avval fejtjük meg, hogy Pintér milyen hangulatú döntésekkel kontrollálja ezeknek a szektorokat, de hogy nehogy kiderüljön, hogy az orvosok többet dolgoznak, mint amennyit fizetnek értük. Egy, kettő, meg érdekes, hogy ott nincs ekkora erős kontroll, hogy a várólistákat hogyan próbálják megcsökkenteni. Tehát, hogy ott érdemes lenne, hogy ha már ilyen visszajelzéseket vár egy szektor működésével kapcsolatban a kormány, akkor ott is ráerősíteni. Na, lesz újabb békemenet, vagy nem lesz? Ja, Bolyár Zsolt azt mondta, hogy legyen a pápa látogatásakor, de hát ma meg azt írta a Facebook oldalán, hogy bocsánat, a hülyék írták meg, hogy békemenetet hirdetett, pedig nem is, a balos libernyák sajtómunkatársok célja pedig nyilvánvaló, végre így tudnak egy kis zavart, némi értetlenséget, feszültséget gerjeszteni a pápa látogatás kapcsán. Na hát ti mit gondoltok erről? Akkor az a hír, hogy nem is hirdetett békemenetet, Bolyár Zsolt? Én Bolyár Zsoltot nem akarom megfejteni, vagy nem tudom, és nem is akarom megfejteni. Tehát, hogy az biztos, hogy ez az egész malőr, mert én most akkor elemzői szinten tekintsük ezt annak a nyilvánosságban, az mutatja, hogy a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy rátegye magát erre a pápa látogatásra. Hiába egy olyan pápáról beszélünk, aki ideológiailag, ha egyáltalán egy pápának van politikailag értelmezhető, szerintem különben van politikai ideológiája, ő nem összeegyeztethető, és ez a mostani plakátkampány, ami különben elindult a látogatás előtt pár nappal, ez is ezt tükrözi, de a kormány mindent megtesz annak érdekében, hogy magát legitimizálja, és ne felejtsük el, csak egy utolsó mondat, hogy ebben a kormányzati struktúrában az, hogy az egyházaknak milyen társadalmi szerepe van, oktatási szerepe van, ennek a kormánynak most szüksége van arra, hogy a pápalátogatást erre kihasználja, de hát ezt szerintem ugyancsak kontraproduktív, legalábbis bízom benne. Szerinted is malőr volt ez? Ugye Bajár Zsolt volt az, aki azt mondja, hogy vagy egy demensvén ember a pápa, vagy alkalmatlan, vagy gazember, argentin lipsi, migráns hátterű, genderben hívő. Mennyi Bajárt olvasó? Marha, és a többi, és a többi. Hát azért ezekre a szólásokra biztos, hogy emlékeztek. Egyrészt miért pont ő hirdeti meg a békemenetet, és akkor még egy idézetet engedjetek meg, mert hogy ugye ő ezt visszavonta, de hát konkrétan ezt mondta, egyre többen keresnek minket az elmúlt hetekben, hónapokban, hogy mikor tartunk békemenetet. Tartsunk már egy békemenetet. 30-a délelőtt legyen egy igazi békemenet a Kossuth téren, úgyhogy várjuk szeretettel önöket egy békemenetre. Ez a nem meghirdetett békemenet. Igen, nehéz komolyan válaszolni, mert eddig olyan fontos társadalmi jelentős dolgokról beszéltünk, most ez egy éles váltás ehhez képest. De egyébként szerinted ez nem fontos, ez is társadalmilag, mert hogyha idejön a pápa, ami egy óriási dolog, nyilvánvalóan, hogy Magyarországra érkezik a pápa, és akkor meghirdet egy békemenetet, aztán jaj, de mégse, de egyébként felszólítja a Fidesz híveket, meg a békemeneten résztvevőket, hogy menjenek oda. Egyébként az, hogy a pápa idejön, az egy fontos dolog, az, hogy Bolyár Zsolt hogy reagál rá, és hogy nem hirdeti meg azt, amit egyébként ő korábban meghirdetett, arra értettem, hogy a kevésbé. Én egyetértve a kollégámmal, én látok olyan erőfeszítést a kormány részéről, hogy ne arról beszéljünk, hogy a gyógyszerekből milyen hiány van, hogy az egészségügyben vagy az oktatásban mi a helyzet, hanem inkább arról beszéljünk, hogy a svéd NATO csatlakozást hogyan blokkolja a magyar kormány, vagy hogy a pápa látogatás milyen nagy nemzetközi siker Magyarországnak. Tehát ugye a kormányzati narratív az próbálja elfedni a valóságot, ami egyébként elég kedvezőtlen lenne számára, és olyan témákat bedobni és napirenden tartani, ami egy sokkal hálásabb téma. Én csak annyit, amit a felvetésben az nagyon igaz, amit mondtál, hogy igen, aki a pápa tevékenységét ismeri, akkor a pápa mondani valója valóban diszonáns ahhoz képest, mint a kormány gondol a családpolitikáról, minden szereposztásról és norma szinten van ellentét a kettő között, és az, akinek ez most így tetszik, és szerintem a Bolyár Zsolt is lehet, nem akarok találgatni arról, hogy ő miért vonta vissza ezt a nyilatkozatát, lehet, hogy ő is érzi ezt a fajta ellentétet, pont ami az eredeti nyilatkozatához is képest, most ez a buzdító, hogy mondjam, hívószóhoz képest is látszik. Aztán mégse. Köszönöm, hogy jöttetek. Köszönjük. Köszönjük.